Érdekes a te életutad, de én most elsősorban arra lennék kíváncsi, ugye, hogy egy 13, illetve egy 16 hónapos gyermek édesanyja vagy, emellett látod el az alpolgármesteri feladatokat és még egyéb teendőket. Hogyan tudod mindezt összeegyeztetni? Hát nagyon-nagyon alapos szervező munkát igényel, de nagyon élvezem az egészet, és szerintem ezért sikerül. A férjem és a szüleim rengeteget segítenek, nem beszélve a 13 éves lányról, akire már pár órára rá lehet bízni a picit. Imádom a családot, és imádok otthon lenni velük, imádok hazamenni hozzájuk. Szerintem ez a titka az egésznek, nem beszélve arról, hogy a szüleim rengeteget segítenek, mind a ketten nyugdíjasok, tehát gyakorlatilag a napközbeni programokat nem tudnám megvalósítani, és nem tudnék időt teremteni rá, hogyha nem vihetném bármikor hozzájuk a Gergőt. Mégis mi volt az indítatás, amiatt úgy döntöttél, hogy a kis fiad mellett azért elvállalod ezt a nem egyszerű és nem mindennapi feladatot, ami az alpolgármesterséggel, illetve a politikusi feladatokat, teendőkkel jár? Hát gyakorlatilag kész helyzet elé voltam állítva a választások előtt. Én már vártam a Gergőt ugyan, de a Tolnai Fidesz csoport elnökeként nem tehettem meg azt, hogy nem indulok el körzetben képviselőként. De gyakorlatilag nem volt kérdés. 2004 óta, nem is tudom, 2002 óta vagyok a Fidesz csoport elnöke Tolnán. Akkor egy 4-5 fős csoportot vettem át, most közel 50-en vagyunk a csoportban. Ez nyilván, ez nem csak az én munkám, hanem az országos politika kiéleződése miatt is egyre többen lépnek be pártokba. De talán példamutatásként is. Tehát én nem tehettem meg akkor azt, hogy nem indulok el a választásokon. Amikor megnyertük, nagyon nagy fölénnyel nyertünk Tolnán is. Akkor pedig a polgármesterrel beszéltünk, és azt mondta, hogy szeretné, ha én lennék az alpolgármestere. Gyakorlatilag ez egy olyan lehetőség, amit nem utasíthattam vissza, függetlenül attól, hogy néhány hónap múlva megérkezett a baba. Én ezt akkor mondtam a polgármester úrnak, hogy készüljön rá, hogy bár nem munkahelyen dolgozom, de azért a szabadidőt legalább az első időkben egy kicsit azért próbáljuk összeegyeztetni a dolgokat. Mondta, hogy természetesen ez nem lesz probléma, és nem is volt probléma. Tehát gyakorlatilag az utolsó testületi ülésen még részt vettem. Hiszem csütörtökön volt testületi ülés, és én pénteken éjjel mentem be a kórházba, és a következőn pedig már részt vettem. Hát Ez, hála Istennek a igen. családi segítségnek, mert ugye én is saját Igen. tapasztalatból tudom, hogy csak így működhet a dolog. Abban az időben, amikor így elkezdtél dolgozni, ugye a kis fiad születését követően, akkor nem érezted-e azt, hogy úgy sokan esetleg olyan ferde szemmel néznek rád, hogy húha, a kisgyermek mellett már is munkát vállal, hogy azért egy kicsit kettős a megítélése ennek a dolognak, én legalábbis úgy tapasztalom még ma Magyarországon, hogy sokan egy kicsit elítélik azt, hogy az ember még pici gyermek mellett visszamegy dolgozni, mások meg persze támogatják, és hiszik azt, hogy a nőnek is ugyanolyan feladatai és teendői lehetnek, mint egy férfinak. Igen. Még ha Nem volt családja van akkor is. ilyen visszhang. Tehát nekem, én nem is éreztem úgy, hogy ez bűn volna. Hozzáteszem, hogy társadalmi megbízatású alpolgármester vagyok, tehát nem megyek minden nap. Gyakorlatilag az utca végén van a polgármesteri hivatal, tehát 3 perc alatt beérek. Sőt, a választók, akik a körzetben megválasztották, mondták, hogy sok sikert kívánnak, örülnek, hogy mellette tudom csinálni. Amikor sétáltattam a Gergőt az utcán, megállítottak, és gratuláltak a babához, gratuláltak a munkához. Tehát nem éreztem semmi ilyesmit, amiben elítéltek volna. Hála Istennek. Igen. Na, de térjünk rá akkor egy kicsit a politikai életre. Téged mi ösztönzött arra, hogy ilyen fontos szerepet vállalj a politikában, a helyi politikában? Egyáltalán miért döntöttél annó úgy, hogy belépsz a Fideszbe? Ez teljesen véletlen volt. A 2002-es választások után eléggé szétesett a csoport,
és gyakorlatilag az ismerőseim szóltak, nem politizáltam előtte, de az nem volt kérdés, hogy melyik oldalon állok. Tehát sokkal inkább a konzervatív neveltetésem és a konzervatív értékrend szerint éltem akkor is. Tehát az nem volt kérdés, hogyha belépek valahova, akkor hová. És addig-addig mondták a többiek, először kétségeim voltak, hogy általán alkalmas vagyok-e nőként, mert azért az nem kis dolog, zömmel férfiak politizálnak, hogy ők elfogadjanak engem, mint nőt politikusként. De ezek szerint sikerült nem volt probléma, ebben a közegben. Nem volt probléma. Ami egy kicsit kétségbe ejt, az az, hogy kevés a fiatal. Nem szeretek, én se politizálok, tehát a magánéletemben soha nem politizálok. Sose volt az kérdés a barátaim, vagy az ismerőseim között, hogy ki milyen szavazó, kivel miről beszélgetünk. Ha ő hall egy jó viccet az Orbán Viktorról, akkor én is nevetek rajta. Ha én tudok egy jó viccet a Gyurcsányról, akkor ő is nevet. Sose volt ez probléma, most sem az. És amikor elkezdődött ez az egész, akkor bár kétségeim voltak, de az országgyűlési képviselőnk, a dr. Braun Márton, és a kapitány Zsolt, aki annak idején a Fidesz iroda vezetője volt, mindenben támogattak. Ez azért nagyon sokat számított, hogy ők mindig a háttérben azt mondták, hogy dehogy nem, ezt meg tudod csinálni. Hát én nem vagyok olyan biztos benne, de hogyha ti így gondoljátok, akkor tényleg így van, és sikerült. Tehát gyakorlatilag azóta Tolnán nagyon kiépült a Fidesz csoport, és utoljára választást nyertünk nagyon nagy fölénnyel. Hát ugye ennek köszönhető a mostani életed is, ugye ennek a választásnak, illetve annak, hogy annó elindultál politikusként. Aztán, de hogy lett végül is ebből a helyi csoport vezetője? Tehát az, hogy te beilleszkedtél ebbe a közegbe, de mi az a személyiség véleményed szerint, bár ugye sokszor ezt ugye jobban meg tudják ítélni talán a külső emberek, akik körülötted vannak, hogy elfogadtak téged vezetőként, és hogy ugye alpolgármesterként is hát vezető funkciót töltesz be, ami nem kis feladat, gondolom én. Én ezt sose gondoltam, hogy nagy feladat volna, most se gondolom, hogy nagy feladat. Szerintem... Hát azért egy komoly felelősségteljes munka, vállalni egy település irányítását, abban aktívan részt venni, ha nem is közvetlenül ugye a te feladatod maga az irányítás, de ebben te aktívan részt veszel. Ez egy felelősségteljes tevékenység. Hát én mindig bízom a szakemberekben, akik akár a hivatalban, akár a város intézményeiben a segítőik. Maximálisan bízom az ő hozzáértésükben. Maximálisan bízom abban, hogy a polgármesterünk egy jó polgármester. Vannak vitáink, ez kétségtelen, de ezek sosem szakmai viták. Tehát inkább az ilyen hangulaton, hangvételen vannak vitáink. A frakcióban pedig... Tehát nem érzem én ezt, hogy én ott főnök lennék. Ezt komolyan mondom, hogy közülük való vagyok, most éppen én lettem az alpolgármester, nem érzem azt, hogy ez ilyen nagyon nagy dolog lenne egyébként. Szakmai terület, amit elsősorban ellátsz, az mennyire kapcsolódik a turisztikához? Ugye a Turinform irodában is dolgoztál, igen. Ilyen jellegű végzettséged van, mennyire tudsz e területen aktívabb lenni, mint a többiek? Még az elején nem is annyira, tehát nem rögtön a választások után, néhány hónappal később, úgy, amikor az ember szembesül vele, hogy a városvezetőként kell értenie a szemétszállításhoz, az iskola szervezéshez, az óvodai beiratkozásokhoz, a vízműhöz, a stb. Akkor én kétségbe estem. Én kétségbe estem, mert hogy az képtelenség, hogy valaki mindig mindenhez értsem. A polgármester úrral úgy egyeztünk meg annak idején, hogy én inkább az ilyen humán dolgokat fogom felügyelni. Kultúra, idegenforgalom az nem nagyon van Tolnán, de azért próbálunk néhány dolgot előtérbe helyezni e kapcsán is. Az emberekkel a kapcsolattartást, az övé pedig azok a dolgok, amik inkább ilyen városigazgatással kapcsolatos, városszervezéssel, költségvetéssel kapcsolatos dolgok. Az iskola igazgatóval nagyon jó a kapcsolatom, az egy éve kinevezett összevont intézmény, a Bezzerédi Pál Sport és Szabadidő Központ és Művelési Ház igazgatójával szintén nagyon jó a kapcsolatom.
Tehát bármiben számíthatok rájuk, és úgy érzem, hogy ők is bármikor kereshetnek engem bármivel. Ugye a helyi aktuális kérdések mellett azt hiszem, hogy most nem tudunk elmenni azért sem, mert népszavazási kezdeményezéstől kezdve minden van most a településen, Tolna és most külön válik. Ezeket a feladatokat, vagy ezeket a hangulatokat, amik most uralkodnak a városban, ezt hogyan tudja a vezetőség kezelni, hát ugye köztük te is. Amikor felvetődött az, hogy Mőzs településrész külön válik, akkor mi rögtön azt mondtuk, hogy korrekt tájékoztatást kell adni az ott lakóknak, és döntsék el. Ahogy ők döntenek, mi feltesszük a kezünket, és szerintem ez sikerült is egyébként. Mondjuk el azt, hogy azért ez nem új keletű probléma a településen, hiszen annó néhány évvel ezelőtt már volt egy ilyen kezdeményezés, csak akkor sikertelen volt. Igen. Szerintem hozzátartozik ehhez az is, hogy szerencsés időpontban volt a népszavazás. Össze volt kapcsolva a március 9-i országos népszavazásokkal, ami azért magas részvételt eredményezett. Így megvolt az 50% feletti részvétel a mözsi leválással kapcsolatban is, és ők úgy döntöttek, hogy leválnak. Éppen most kaptam pénteken a hírt a jegyzőasszonytól, hogy a minisztérium visszadobta Mőzs leválását. Én gondolom, hogy a mőzsiek felülvizsgálatot fognak kérni ez ügyben, nyilván, tehát azok, akik ezt kezdeményezték, és ez így is tisztességes, hogyha a mőzsiek úgy döntöttek, hogy ők külön település akarnak lenni, akkor tegyenek meg mindent azért, hogy ez megvalósulhasson. Én a jegyzőasszonytól azt hallottam, hogy a minisztérium azért dobta vissza, mert közigazgatásilag annyira egybeépült a két település, hogy nem lehet külön választani őket. Az én magánvéleményem az, hogy ez tényleg így van. Tehát az tényleg nem nevezhető normálisnak, hogy az utca egyik fele Tolnához, a másik fele Mőzshöz tartozik. Bár megoldható. Akár úgy, hogy akkor azt az utcát valamelyik településhez kapcsoljuk, de szerintem is ez, tehát annyira egybe van a két település, hogy hát egy érdekes dolog lesz, hogyha mégis sikerül a leválás. Tehát ott külön önkormányzatot fenntartani, külön kulturális intézményt, külön egészségügyi intézményt, külön oktatást, külön, hogy hát nagyon nehéz feladat lesz, még társulásban is. És ugye már az egészségügyről is esett egy halovány kis szó, azért ez a másik ilyen nagy hordaerejű kérdés, most ez az egészségügyi centrum, ami épülne Tolnán, hát ez sem egyszerű, úgy tűnik, ez sem egyszerűen megy, ahogy talán elképzelte a testület. Igen, hát ez úgy kezdődött, hogy jött egy javaslat, illetve jött egy kérvény egy pesti vállalkozótól, nem tudtuk, hogy kiről van szó. Szeretne egy egészségházat létrehozni, oda orvosi rendelőket, szeretne gyógyszertárat, mondta a helyet, hogy hol van a város körülbelül földrajzi közepén, a pluszáruházzal majdnem szembe. Mi azt mondtuk, hogy elvi beleegyezésünket adjuk. Ezt egy hangon mondta annak idején a testület. Elvi beleegyezésünket adjuk, de hát hozza a terveket. Tehát mondja meg konkrétan, hogy mit akar. Ehhez képest hozták a terveket, akkor egy 5 rendelős egészségügyi központról volt szó, és egy gyógyszertárról. Összehívta a polgármester úr a házi orvosokat, és 8 házi orvos van Tolnán, illetve 6 házi orvos és 2 gyermekorvos, ebből egy Mőzsön, úgyhogy hát a mőzsi szóba se került. És az orvosok azt mondták, hogy nem 5-en, hanem mind a 7-en be akarnak költözni, mert hogy ez szuper jó, kevesebb rezsi, a betegek mindjárt ki tudják váltani a gyógyszereiket, esetleg magánrendelőket, hogyha tudnak ott nyitni, akkor szakorvosi ellátáshoz is juthatnak a betegek, hogy ez nagyon tetszett nekik. Erre mi azt mondtuk, hogy jó, tervezze át a vállalkozó, és nem 5, hanem 7 orvosi rendelő legyen ott. A vállalkozó áttervezte, és közben véleményem szerint politikai indítatásból, illetve nyilván a gyógyszerek, illetve a gyógyszerészek nem tetszéséből kifolyólag egy heves tiltakozás vette kezdetét a városban, hogy teljesen fölösleges, mert hogy a Garai kúriában lévő
orvosi rendelők nem régen lettek felújítva, az Alkotmány utcai betegek pedig, akik az Alkotmány utcai rendelőbe járnak, őnek itt túl messze van ez az egészségház, és mi feltettük a kezüket, és nem értettük, hogy most akkor, hogy most mi a probléma, mert hogy az egyik orvosi rendelő minősíthetetlen körülmények között dolgoznak az orvosok. Egy rendelőben két orvos, az egyik délelőtt, a másik délután. Nagyon elavult az épület, a parkoló. Hogyha ide jön egy vállalkozó, és teljes egészében az ő költségéből ezt felépíti, se a városnak, se az orvosoknak nem kell fizetniük, akkor nem értettük, hogy mi a probléma. Hát aztán kiderült, hogy a legnagyobb probléma az, hogy nem az, hogy orvosi rendelőt akar építeni, hanem az, hogy gyógyszertárat. Én azt gondolom, hogy verseny van, tehát hogyha a városhoz egy ilyen ajánlat jön, hogy egy több 10 millió forintos befektetést eszközöl egy vállalkozó a városba, akkor erre mi nem mondhatjuk azt, hogy nem. Ennek ellenére most népszavazási kezdeményezés indult, és ha jól tudom, most gyűjtik az aláírásokat, 2000 aláírást kell összegyűjteni a városban, akkor lesz népszavazás. A népszavazáson pedig 50% feletti részvétel. Tehát ügydöntő népszavazás? Ügydöntő népszavazás, ez mindenképpen ügydöntő, tehát 50% feletti részvétel, és akkor ahogy döntenek az emberek. Hozzáteszem, hogy éppen az elmúlt testületi ülésen kérvénnyel fordultak hozzánk az orvosok, hogy támogassuk őket, mert a vizitdíjból kieső bevételüket egyelőre a kormány még nem kompenzálta. Hivatalos tájékoztatást még nem kaptak arról, hogy ígéretet kaptak, de hivatalos papírt még nem kaptak arról, hogy fogják ezt kompenzálni. És így még szükségszerűbbnek látjuk azt, hogy költözzenek egy modern épületbe, legyen akár fele vagy harmada a rezsiköltségük, mert az sem kevés most a mostani épületekbe. Az eszközbeszerzés gyakorlatilag az öt orvosnak szinte a felére csökkenne. Hát benne egy helyen vannak, ugye tudják használni a fontosabb készülékeket. Persze. Tehát mindegyik rendelő akár. Na jó, de akkor politikából legyen ennyi, kanyarodjunk egy kicsit vissza a te mindennapjaidhoz. Egy kicsit arról beszéljünk, hogy mi volt annak előtte, amikor te elkezdted ezt a politikai munkát. Ugye azt már említettem, hogy a Turinform irodában dolgoztál itt Szekszárdon. Hogy kerültél oda, és egyáltalán mik voltak az előzmények. A megyei Turinformirodában dolgoztam. Ez egy érdekes dolog volt. A Szombathelyen végeztem egy művészeti menedzserképzőben, ahol nagyon érdekes dolgokat tanultunk, és ami nagyon jól hangzik, művészeti menedzser, de gyakorlatilag nem nagyon lehet itt a környéken elhelyezkedni vele. Én pedig elköltözni innen, akár Tolnáról, akár a környékről nem akartam. Mert hogy lokálpatrióta vagyok, és én Tolnár, olyan, amilyen, de én jól érzem magam Tolnár, sőt, már ott tartom, hogy felszedem az utcán a szemetet, hogyha látom. Ez nagyon pozitív. És hát ezzel kellett valami kicsit kultúrával kapcsolatban, de mindenképpen valami humán dolgot szerettem volna. Az akkori humán szolgálatok központjának az idegenforgalmi irodájába kerültem, vagy a turisztika irodájába kerültem, ami később lett Turinform iroda. Ez egy nagyon érdekes munka. Mi főleg marketinggel foglalkoztunk, hozzánk nem jártak be ügyfelek. Az iroda most is működik, bár már nem megyei intézményként, hanem KHT-ként. Ez ilyen kényszerű megoldás volt. A megyei önkormányzat kiszervezte az intézményeit, mert nem nagyon tudta fenntartani őket. De gyakorlatilag mióta KHT-ként működik, azóta én nem dolgoztam. Tehát hivatalosan nem dolgoztam ott, mert aztán tápénzre mentem, utána babám született, mivel most 16 hónapos a Gergő, legkorábban másfél év múlva mehetek vissza dolgozni, de hát addig még nagyon sok minden fog történni. Az a munka szerintem függetlenül attól, hogy nagyon-nagyon érdekes, kisgyerek mellett nagyon nehéz. Tehát ott tavasszal kiállításokra kell járni, több napra elutazni, és azért ez család és gyerek mellett azért ez nem olyan egyszerű. Akkor, amikor ezeket tudtam vállalni, akkor bár akkor is volt már gyerekem, de iskoláskorú, és a szüleimnél laktunk.
Hát akkor ez nem volt probléma, ha elmentem 2-3 napra. Most azért már szerintem probléma lenne. Pláne, hogy családi ház építését Igen. is tervezitek, úgyhogy meg az építés mellett meg pláne nehéz lehet egy ilyen Igen. feladat. Most Igen. ez a legfontosabb közös cél így a családnak, gondolom. Igen, igen. Igen, a házépítés, de nem is mondhatom azt, hogy valami, persze közös cél is nagyon várjuk mindannyian, hogy legyen egy házunk, de annyira jól érezzük magunkat mindenhol, ahol éppen vagyunk. Tehát ha megyünk nyaralni, akkor ott is jó, ha nem megyünk, akkor itthon is jó. Hogyha meleg van és kánikula, akkor az is jó, hogyha hideg van és 20 centis is hó, akkor az is jó. Tehát annyira élvezem ezt a helyzetet, hogy tényleg öröm elutazni valahová, és ugyanakkor öröm hazaérni. Érdekes, Ez hogy így, boldog életet élsz legalábbis, úgy tűnik igen. a mondandódból, hogy tényleg elégedett vagy azzal, amit csinálsz a Maximálisan. családoddal, a munkáddal. Hát legyen még így nagyon sokáig. Én köszönöm, hogy eljöttél, köszönöm, hogy jobban megismerhettelek. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, tartsanak velem legközelebb is, minden jót!